Megkezdődött a Vatikánban a konklávé előkészítése. Várhatóan szerdán derül ki, hogy mikor ül össze a pápa választó testület. Timothy Dolan, New Yorki bíboros érsek meggyőződését fejezte ki, hogy az új pápát gyorsan megválasztják majd. Már reggel érkeztek a bíborosok. Az első tanácskozása délelőtt 9:30-kor a vatikáni 6. Pál aulában található szinódusi teremben gyűltek össze. Adásunk idején pedig már egy második kongregációt is tartanak ugyanott. A tanácskozáson nem tudni, hogy a konklávé kezdetéig hány jel lesz, a bíborosok megvitatják a világegyház valamennyi aktuális ügyét. Egész héten ülésezünk, hogy jobban megismerjük egymást, és azokat a kérdéseket, amelyekkel szembe kell néznünk. Ma kezdtünk tanácskozni, így még nem tudom, hogy milyen kérdések kerülnek elő, és az sem, hogy ki lesz a legalkalmasabb, aki ezekre válaszolni tud, mondta ez a francia bíboros a tanácskozás előtt. Timothy Dolan, New Yorki bíboros érsek, a Corriere della Sera című milánói napilapnak nyilatkozva meggyőződését fejezte ki, hogy az új pápát gyorsan megválasztják. Federico Lombardi, szentszéki szóvivő korábbi sajtótájékoztatóján utalt is rá, március 11-e lehet a start időpontja. Erdő Péter bíboros viszont ennél valamivel későbbre teszi a kezdést. A konklávé kezdetének időpontját akkor fogják kitűzni, ha már mind a 115 pápa választó bíboros a Vatikánban lesz. Még bő tucatnyian közülük nem érkeztek meg, szerdáig várhatóan ők is Rómába érnek. Közben már botrány is történt a pápa választás körül. Egy püspöknek öltözött idegen férfi vegyült el hétfőn a bíborosok között. Az álpüspök keresztet, lila sálat és egy túlságosan rövid püspöki öltözéket viselt. Ez okozta a vesztét. A biztonsági őrök erről ismerték fel, hogy nem egyházi személy.